Ez itt az Aerosport. Június elején ért véget a harmadik Dunakeszi vitorlázó repülőbajnokság. Idén már az északi szomszédainkhoz is ellátogatott a mezőny. A 2022-es Burgundy Légi Parádé egyik legjobban várt repülését a Magyar Légierő vadászgépe mutatta be. Tartsanak velünk! Évről évre egyre nagyobb mezőny vág neki a legendás Dunakeszi repülőtérről az immár hagyományosnak tekinthető versenynek. Érdemes visszaidézni, hogy ennek a versenysorozatnak a kezdetét, az alapozását az jelentette, hogy bezártak a határok, és nem tudtunk elmenni a szokásos tavaszi versenyünkre, ezért megrendeztük magunknak itthon ezt a kis versenyt, és ez olyan jól sikerült, hogy eldöntöttük, hogy akkor ebből a hagyományt teremtünk. Idén úgy döntöttünk, hogy akkor a pünkösd hete legyen a verseny közepe, előtte egy edzőhéttel, és akkor múlt hét pénteken vette kezdetét a verseny hivatalosan. Az elmúlt 6 nap során 4 eredményes versenyszámot tudtunk teljesíteni, 3 területi szabadtávot és egy céltávot, tehát racing taskot. Azt gondolom, hogy az időjárás velünk volt. Az edzőhét végig repülhető volt, páran edzettünk is. Ez jó alkalom a szervezőknek is, hogy egy picit felpörögjenek a feladatokra. Idén is, mint az elmúlt 2 évben támogató, együttműködő hátteret biztosított a repülőtér tulajdonosa, Dunakeszi városa, illetve a térség. Idén most már 40 fölötti létszámmal érkeztek 2 kategóriában a versenyzők. Van egy külföldi versenyzőnk is, Mikael, aki Svédországból jött hozzánk repülni. Úgyhogy azt tervezzük, hogy jövőre nemzetközi versenyi fogjuk ezt a rendezvényt emelni. Azt gondolom, hogy ez a csapat, aki ezt a versenyt rendezi, ők azért már a világbajnokság rendezésében is részt vettek, úgyhogy abszolút megérettek erre a egyel magasabb szintre. Már tavaly szerettük volna, hogy ne csak itt az észak-keleti ország részben, hanem Szlovákián keresztül az Észak-Dunántúlon, illetve a felvidéken is kiírhassunk feladatokat, és a Szlovák Repülőszövetség és a Magyar Repülés Légisport Szövetség vezetősége és tisztségviselőinek a segítségével, támogatásával, Magyar Légierő és a Hungarokontroll támogató együttműködésével sikerült megteremtünk a feltételeket, hogy megnyissák a országhatárt. Tegnap már csaló közben Felvidék síkságain tudtunk repülni, ma pedig fölmegyünk a hegyekig, és a hegyek gerincén repüljük a távnak a 1/3-át. Már tegnapi nap is ilyen szempontból történelmi pillanat, hiszen magyar versenyen még nem írtak ki, és nem repültek Szlovákia felé feladatot. A határnyitás Szlovákiába, ez most egy eseti engedéllyel vált lehetségessé, amihez kellett ugye a szövetségeknek és a két ország minisztériumainak és katonai, illetve civil légügyi szolgálatainak a támogatása, segítsége és erre a 2 hétre szóló megállapodása. Viszont egy jogszabálymódosítás is folyamatban van, amiben szintén be van vonva a szövetségünk, és a jogszabálymódosítás eredményeként jövőre már úgy reméljük, hogy nem csak a versenyre, hanem a versenyen kívüli repülésekre is átjárhatóvá válik a magyar-szlovák határ. Felvidéki barátaink jöhetnek Magyarországra vitorlázó repülni, illetve mi is átmehetünk majd a felvidékre is. Fölfedezhetjük azokat a hegyeket, amiket eddig csak szlovák versenyekről volt lehetőségünk meglátogatni. A szövetségnek a 2 kormányos versenygépével, az Arkuszával van most lehetőségük itt a helyi Malév repülőklub fiataljainak felkészült és nagyon nagy tapasztalatú versenyző vezetésével, tehát a versenyző repülő, a versenyző, és akkor minden nap másik fiatalt visz el, és kicsit ad egy kóstolót, hogy milyen egy igazán jó repülőgéppel egy versenyen repülni, és nagyon reméljük, hogy ez egy akkora lökést ad majd a fiataljainknak, hogy pár év múlva ők versenyzőként is majd rajtozálnak itt, vagy akár egy másik versenyen. Ezen a versenyen a Malév Repülőklub fiatal pilótáinak is lehetősége nyílt versenyen kívüli versenyzőként részt venni a megmérettetésen. 4. éve repülök itt a Dunakeszi repülőtéren, a Malév Repülőklub kötelékében, hogyha lehet így mondani. Egészen kiskorom óta már így szenvedélyem volt a repülés, akár nagy utasszállítókon is, stb. És tudtam, hogy nekem ez kell. Hobbiból minden időmet itt töltem Dunakeszi repülőtéren. Most már szakszós pilótaként repülhetek,
A versenyen kívül indulunk, francia hors concours, not officially competing, ez a hivatalos megjelölése. Pontozva vagyunk, de nem számít bele a végeredménybe az eredményünk. Ez ugye azért fontos, mert igazából oktatási céllal repülünk. A Magyar Vitorlázó Repülő Szövetségtől nyertünk egy pályázatot, ifjúsági teljesítménytáborok néven, ahol 22 éven aluli szakszolgálati engedéllyel rendelkező ifjú pilóták nevezhettek. Ennek az egyik hozománya az volt, hogy válogatott keretnek az Arcus típusú kétüléses vitorlázó repülőgépével repülhetünk a verseny ideje alatt, oktatási céllal, hogy gyakoroljuk a távrepülést, versenyszituációban, bolyban való repülést és az ezekhez való alkalmazkodást. Ezt nagyon hasznosnak tartom, mivel rengeteget tudok tanulni az oktatóinktól, akikkel repülünk, és elképesztő, hogy olyan gépbe is beülhetünk, ahol még úgy tapasztalati szintünk alapján nem tartunk, de a teljesítményét így is megtapasztalhatjuk az oktatóval. Hatalmas szerencsénk van azzal, hogy az időjárás ránk mosolygott, és rengeteg versenynapot tudunk tartani. Mivel jó idő van, így lehetősége van, öten neveztünk erre a pályázatra, és lehetőségünk van mindegyiknek repülnie. És így egész egyszerűen a hangulat és nem csak a griden, nem csak a levegőben, hanem az egész versenyt átítatja egy olyan repülőbaráti összetartás, hogy azt egyszerűen jól látni. Azt javaslom mindenkinek, akit érdekel a repülés, hogy jöjjön hozzánk Dunakeszire repülni, nem csak a repülési élménye miatt, hanem a közösségi programok és a repülőtéri hangulat miatt egyaránt. Bár ez egy barátságos verseny, de sok versenyző van itt, aki utána a nemzeti bajnokságon vagy Európa bajnokságon fog indulni. Számukra ez egy nagyon jó gyakorlási, felkészülési lehetőség, hogy akkor, amikor a tétmérkőzésre eljutnak, már teljesen felkészülten és edzetten állhassanak rajthoz. Reméljük, 2024-ben már egy népes nemzetközi mezőny fog versenyezni a határokon átívelő 4. Dunakeszi vitorlázó repülőbajnokságon. Minden évben színvonalas program várja a Burgundy légi parádéra kilátogató nézőket. 2022-ben talán az egyik legjobban várt gép a magyar légierő Gripen típusa volt. A kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázisról érkezett a JAS 39 Gripen 4,5. generációs könnyű vadászbombázó repülőgép. A vadászgép tervezésénél alapvető szempont volt a több feladatúság, amit a típus neve is tükröz. A típust 1996-ban állították szolgálatba a svéd királyi légierőben. A cseh és magyar megrendelők részére gyártott vagy átalakított változatok NATO kompatibilisek.
Az elmúlt években a magyar Gripen pilóták számtalan hazai és nemzetközi rendezvényen bizonyították, hogy lehet ezzel a típussal is bemutatón rendkívül látványosan repülni. A mostani légi bemutatón Majerik Máté százados, a Magyar Honvédség bemutató pilótája repülte a programot. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozunk júliusban. A műsor média partnere az aerosport.hu, ahol adásaink az interneten szárnyalnak tovább.